Bocs, bátyu. Hallod, bocs, nem akarlak. Van nálad egy szál cigi? Nincs. Tényleg, tesó, van nálad egy szál cigi? Tényleg nincs. Eskü bátya, fizetek is, van nálam, van, de van nálam, van nálam pár száz forint, kifizetem, esküszöm, van nálad egy szál? Figyelj, nincs nálam cigi. Van nálad, akkor valami, van nálad F-bar esetleg, vagy valami ilyen, valami nikotinos? Fogd meg, és ennyi. De ez csak egy gyújtó. Tudom. Bazd meg, ez csak egy... Faszokó, bazd meg. De só, bocsi, hallod? Van egy szállat, hallod, bocsi, van egy szállat. Bocsi. Én már valakitől találtam, de erről nem volt semmi. Igen, az én voltam. Vassza, az meg bocsi. De ott van a kezedbe a szállat. Ez nem az. Az... Figyú, bocs, nekem megy a buszom, szóval nekem mennem kell. Nem jön semmi éjszaka. De van, mert bocsi. Az éjszakai, tudod, nekem mennem kell a munkába. Miért? Nem jön semmi fél órán belül, nem. Csak egy szállat kérlek. Egy tetves szállat kérlek. Van tüzöd. Köszönöm szépen. Áldjon békesség, yeah. A családodat áldja. Igen, az. Köszöntem mindent. Dupláját adod vissza, jó? Jó, megköszönöm. Halálfaszán, bazd meg, és anyádra itt aggódunk, hogy merre vagy. Értetted, amit mondok, bazd meg? Gyere, haza! Hazaértem. Hol voltál? Nem megmondtam, hogy 10 előtt ér haza, bazd meg. Anyáddal már halálra aggódtuk magunkat. Már nem vagyok kisgyerek. Tudok magamra vigyázni ilyenkor. Mi van, ha megkéselnek, hogy kirabolnak? Nyugodj már meg! Már elegem van abból, hogy folyton csak nyaggatsz és nem hagysz élni! Azért nyaggattak, bazd meg, mert most is hajnali 2-kor jössz haza piaszaggal, úgyhogy holnap kurva családi ebéd lesz. Felnőtt vagyok, de még mindig úgy kezelsz, mint egy kiskorú, aki nem tudja, mit csinál. Elegem van már, baszki, hogy nem tudsz egyszer se komolyan venni. Máshogy nem tudom elviselni az itthon létet. Elegem van ebből a kurva családból. Egy nyugodt percem sem lehet. Hagyj békén a gecibe!
Szia. Apa. Szia, fiam. Kicsit túlreagáltam, bocsáss meg. Gyere, vigyál meg velem egy sört. Rendben. Jó van, fiam? Én megyek, lefekszem. Rendben, fater. Meg tudna szánni egy kis apróval? Nem. De dolgom van. Nem kérek sokat, csak egy kis aprót. Szükségem lenne. Dolgom van. Uram, de szükségem lenne rá. Csak egy keveset. Egy kis aprót. Hagyjam, már ebben telefonálok. De én csak egy kevés aprót szeretnék. Csak pár száz forintot. Kérem. Várj egy percet. Állással köszönöm, uram! Lefeküdhetnék? Vagy rá? Nem. Meg szeretném kérni, hogy álljon föl. Jó, elnézést, de hogy én itt már itt ülök egy jó 10 perccel. Ma már megvertem valakit. Ne maga legyen a következő. De uram, nem megfelelő, hogyha leül, itt van két... Álljon föl! Ide akarok lefeküdni. De mondom, itt ülök már 10 perc. Menjen innen el! Csak a buszt... Takarodjon innen ki!
Hát te? Gondoltam, megvárlak. Nem szoktam megvárni, mi van? Szerinted mi van, baszd meg? Fogalmam sincs, ezért kérdezem. Csak a szokásos forgatókönyv mindig ugyanaz. Te mi a faszról beszélsz? Elveszel tőlem mindent, baszd meg! Először a virág, aztán a Petra. Rád se tudok nézni, baszd meg. Undorodom tőled. Apáigasszalak! Már abban segnyalás. Miért hiszel azt, hogy minden jobb vagy, mint én? Ezt senki nem látja, ezt csak te már abba, hogy mit találok ki és mit nem. Féreg vagy. És látni sem akarlak, baszd meg. Most hova mész? El. Hülye fasz! No. Bocs, bács. Thank you.